Sziasztok még egyszer. Valamilyen formában fehérjékről fogok beszélni. Nem termékspecifikusan, nem cégspecifikusan, kis érintőleges történet lesz a legvégén, de talán kezdjük azzal, hogy azt gondolom, hogy ez a kép nagyjából lefed mindent, amit a fehérjékről gondolunk, talán még egy picivel többet is, mint kéne. Alapvetően táplálkozástudománnyal foglalkozom most már 21 néhány éve, tanácsadói szerepkörben tetszelgek, és ez nagyon fontos. Ellentétben az előttem szólóval én nem vagyok papírral bíró szakember, nem gyógyítottam soha, jelen pillanatban sem teszem. A magam eszközrendszerével megpróbálok értelmet adni olyan dolgoknak, ami sokak számára nehezen értelmezhető. Volt néhány héttel ezelőtt egy nagyon kedves barátommal egy nagyon kedves éjszakai programom, és egyszer csak valamikor könyvbe lábadt szemmel következőt mondta: Tamás, nekem 5000 dobogó emberi szív volt a kezemben, sosem gyógyítottam meg egyetlen egy ember sem. Ő Papp Lajos professzor, aki ismeri, tudja, kiről van szó, aki meg nem, az nézzen utána ennek. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy nem gyógyított soha senkit, akkor én hogy venném a bátorságot arra, amire. Ettől függetlenül azért történt egy-két dolog itt az elmúlt 20 pár évben ahhoz, hogy most ebben a témakörben én mondhassok nektek újat vagy jót. Mindenki a információ megszerzésének képességével születik. A gond az az, hogy valahogy úgy alakul a világ a következő években, évtizedekben, hogy egyszer csak eljön az időpillanat, amikor a hírt összekeverik az információval. Jó, már pedig az információ csak akkor lesz hatalom, hogyha azt az információt valamilyen módon felhasználjuk és beépítjük a mindennapjainkba. Ez a ügyfok, hogy kiben mennyire aktualizált, vagy frissített, ez nagyon sok mindentől függ, és nyilván lehet egy ilyen közeg, lehet ez a személyes kompetencia, olvasási kompetencia, ami elvisz valahova, mert ha nem, akkor belép a képbe a következő történet, elkezdünk hinni azokban a hírekben, ami megfelelő számban, megfelelő forrásban, megfelelő irányból érkezik hozzánk, és aztán hirtelen már nem tudjuk külön választani, hogy mi a valóság és mi a fikció. Nem nehéz összekeverni sokszor valóságot a fikcióval. Egy prezentációból kivett oldal, akit esetleg messze nem tudna elolvasni, egy szakmai konferencia, elvileg olyan szakemberek részvételével, kb. 400 ember részvételével, akinek az volna a feladata, hogy információkat osszon meg a nem szakemberek számára a világban éppen zajló eseményekben, és itt a 400 ember összejön Magyarországon, azokat ott azért etetni meg itatni kell a jó népet. A szakmai fórum legfőbb szponzorai. Nem gondolom azt, hogy túl sok magyarázatot kéne mögé tennem ahhoz az alsó vörös logóhoz. De természetesen az Unilever által indoklinált orvostól megkaptuk az információt azzal kapcsolatban, hogy a növényi zsírok, mégpedig a különböző hidrogenizált, homogenizált növényi zsírok miért sokkal jobbak bármiféle állati eredetű történetnél. Azt gondolom, erről valamilyen formában még, sőt, sokfajta formában lesz szó a nap további részében. Valamilyen formában pedig Gábor is megvilágította azt, hogy miről is szólhatna egy értelmesen megvilágított, vagy megválasztott zsír élettani hatásmechanizmusa. Mert hogy nem mi találjuk ki a tényeket, már pedig a statisztika ilyen szempontból, ilyen esetben tényadatként szolgál. Már abban a formában nem létező szervezet tollából származó információ néhány évvel ezelőttről, nagyon óvatosan fogalmaztak, sokkal rosszabb a szám, mint 75%. Hogyha hozzáveszem a autóbaleseteket, meg az öngyilkosságokat is, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nagyjából 99,9%-ban táplálkozás eredetű az elhalálozás oka. És miért fontos ez? Körülbelül egy órája zajlik ez a mai szösszenet, és sok-sok óra fogunk még eltelni. 5 percenként meghal jelen pillanatban egy olyan magyar honfitársunk praktikusan valamilyen táplálkozás előtti történetben, az OIT bevallása szerint is,
ami valamilyen formában egészen biztosan elkerülhető lehetne. Aztán persze eljutunk ide, az angolul nem tudok kedvéért egy kis vicces felirat, ami egyébként halálosan komoly. Kérjük, ne másszon fel a kerítésre, mert hogyha átesik rajta, akkor az állatok esetleg megehetik, és abba beledöglenek. És akkor eljutunk arra a tudatossági szintre, hogy rendben, ennünk kéne, hiszen a élet fenntartása szempontjából borzasztóan fontos maga a táplálkozás. Mi lenne az a jól körülhatárolható történet, ami óriási jelentőséggel bír a életünk minősége és az életünk hossza szempontjából. Bármilyen furcsa, és nyilván Gábor ezt kellő módon megvilágította, egy borzasztó bonyolult rendszer mentén éljük az életünket, és a legalsóbb rétegekben is hihetetlen komplex folyamatok működnek, de hogyha visszabontom ezt a rendszert, és mint alapanyagot vizsgálom, akkor látszólag néhány egyszerű dologból állunk. Ebből is, ami itt nincs feltüntetve, pontosan fel van tüntetve itt az alsó részen, a víz önmagában 75%, ezért borzasztóan fontos az, amit az elmúlt előadásban elhangzott, hogy bármi, ami erre a rendszerre hatni képes, az hatni fog az egészre is. Mindamellett természetesen pár fontos anyag összefüggésében van egy borzasztó fontos történet, amit úgy hívnak, hogy fehérjék. Hogyha egy átlag 75 kilós embert nézek, akkor a víz önmagában elvisz közel 60 kilót. A fehérjék részarányában a történetben nagyságrendileg egy 75 kilós testnél 10-11 kg. Erről a 10-11 kg-nyi anyag támogatásáról fogok most beszélni. Mert hogy fontos, az nem kérdés, ha az angol szöveg nem is, de a piktogramok valamilyen módon mindenkit megvezetnek azzal kapcsolatban, hogy hányféle kulcsfontosságú szerepe van az emberi szervezetben is a fehérjék működésének és jelenlétének. Ez már talán picit izgalmasabb. Az fehérjéket felépítő aminósavak jelen esetben fontos összessége az a 20 aminósav, ami ilyen-olyan formában valódi kulcsfontosságú szerepet játszik a mostani gondolat kapcsán és a történetben. Pár apró érdekesség, látjátok, hogy egy egyre bonyolódó rendszerben, de egy alapstruktúrára épül, és mégis mennyire változatos. Gábor talán most nem említette, többször elmondja az előadásában, hogy egy sejten belül adott esetben 1 millió fehérje jelenhet meg, csak hogy a komplexitás egy kicsit kézzelfogható legyen számotokra. Egy erős felütés, ez nem élelmiszer. Rövidesen meg fogom világítani, miért, bár sok szempontból és sokféle összefüggésben beszélhetnénk fehérjékről. Ez itt ebben a formában egészen biztosan nem alternatíva sem a jelenre, sem a jövőre nézve, bármilyen módon is próbálják megvilágítani ezt számunkra. Mert hogy épp erről tettünk itt említést a előadások előtti beszélgetésben, január 10-én ismételten megjelent egy összefoglaló tanulmány, most épp a Lancetben, ami felhívja a figyelmet, hogy rossz irányba halad minden és mindenki ezen a földön, aki mer vagy gondol valamilyen alternatívában gondolkodni, mint amit a mainstream, a dogmák meghatároznak. És ismételten előkerült, hogy le az állati eredetű dolgokkal, le a zsírokkal, mert semmiféle tudományos tény nem támasztja alá az emberi szervezet számára hasznos voltukat. 30 évnyi tudásod van a birtokodban ezzel kapcsolatban, Gábor, ami nyilvánvalóan egy picit megkérdőjelezhetné ezt a gondolatot, de ők talán picit hangosabbak, és ismételten elmondták azt, amit már annyiszor, hogy igenis növényi, eredetű tápanyagokból kell megoldanunk a mindennapjainkat, nincs is más mód, hiszen a emberiség száma rohamosan fejlődik, nincs az állatmennyiség, ami ezt lekezelni volna képes, és mind a zöldségek, mind a gyümölcsök, mind pedig a különböző gabonák, magvak kell, hogy kulcsfontosságú szerepet töltsenek be az emberiség élelmezésében, hiszen jelen esetben épp a rostokat vették górcső alá, meg mennyire fontos a rostok szerepe, az a napi minimum 30 gramm, amit beviszünk, és ugye, semmilyen módon máshogy nem lehet megoldani, mint megfelelő minőség és megfelelő rosttartalmú növényi részek fogyasztásával.
mindig van mögött támasztva valami borzasztó fontos dolog. Jelen pillanatban kalória, egy nagyon neves informátor tollából, a zsírok, állateredőtű fehérjék és a növények köpcenti és kalóriatartalma, minthogyha az emberi szervezet egy patika mérleg lenne, ami azt szerint határoz meg valamit, hogy milyen súlya vagy mekkora a kiterjedése. Kezdjük akkor, miért is nem. Van itt egy nagyon fontos molekula, amit valamilyen formában mindenki látott, többször, többféleképpen, talán így is, de zöld növények formájában mindenféleképpen, úgy hívják, hogy klorofil. Klorofil egy borzasztóan bonyolult és nagyon-nagyon komplex molekulaként magnézium központtal végzi a növények számára azt a tevékenységet, ami a légköri oxigénből és a fényből a növények számára konvertálható energiát biztosít. Ebben ez a központi elem, a magnézium, mind a növények számára, mind pedig a őket elfogyasztó táplálékállatok számára borzasztó, vagy őket táplálékul elfogyasztó állatok számára borzasztó fontos szerepet tölt be, adott esetben például az izomműködésben, meg még egy nagyságrendileg csomó más egyéb folyamatban. A gond az az, hogy tényadat, hogy a növényekben található magnézium forma számunkra semmilyen módon nem elérhető. Nincs az a rendszer, ami képes lenne a növényekből ezt a magnéziumot kiemelni, és számunkra felhasználhatóvá tenni. A kutyátok, macskátok, hogyha kimegy a kertbe és rág némi füvet, ő képes azt enzimatikusan feldolgozni, és képes hozzáférni a magnéziumot kobaltra cserélni, és kobalamint készíteni ebből a vegyületből. Mi nem. Ha elmegyek vadászni és lövök egy őzet, az az őz, ami a börzsönyben rügyetket evett az azt megelőző évei folyamán, ő megint csak képes lesz konvertálni a saját szervezete számára ezt a magnéziumot, beépíteni az izmaiba, és a gyerekem, akinek az asztalára hazaviszem ezt az őzhúst, ő már a őzhúsából képes lesz a növény eredetű magnéziumot felvenni, de még egyszer mondom, direktben, növényi formában az ember számára nem elérhető a magnézium. És hát ugye a nagy kedvencem kérdés fehérjék kapcsán mindenféleképpen fontos megemlíteni, mert sokféleképpen megemlítették, és meg is fogják említeni a következő években különböző gabona eredetű dolgokat. Legyen az búza, legyen az valamiféle magféle szója, nagy kedvenc, vagy legyen az a Gábor által is említett kukorica. A biokémikusok legnagyobb feladata volna az, hogy megértessék a orvosi szakmával, kutató szakmával, hogy olyan növényekről beszélgetünk, amiknek alapvetően sok más mellett a tápanyagtartalma borzasztóan kevés. Eleve önmagában értetetlen, hogy miért preferálunk olyan élelmiszert, ami akár összkalóriatartalomra nézve, akár mennyiségre nézve, a felhasznált tápanyag minőségében és mennyiségében nézve messze elmarad olyan lehetséges alternatívák, túl, amit a szervezet valamilyen formában képes lenne hasznosítani. Nem beszélgetünk itt most arról, hogy ezek a növények alapvetően mostanában milyen módon vannak termesztve, nem beszélgetünk arról, hogy az Európai Unióban épp a tavalyi ősszel hosszabbították meg újabb 5 évvel a Európa nagyüzemi mezőgazdasága számára most már évek óta alkalmazott glifozát nevű vegyszert, ami egy aminósav származékként minden élő elpusztításával képes hatást gyakorolni a növényi kártevőkre. A szomorú az, hogy végső soron ez a borzasztó érdekes vegyület jelen pillanatban, most a legújabb kutatások alapján már borunkban is megjelenik, de az nem is megdöbbentő, hiszen visszakerülve a körforgásba, a csapadékvízen keresztül olyan helyekre is eljut, amit direktben nem permeteztek. Amerikában 100 szoptató anya tejében 100-szor megjelenik a glifozát nevű vegyszer, amit a 70-es évek közepeit óta alkalmaznak a szója és a kukorica ültetvények permetezésére. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy ha Amerikában leemelnek 5 darab gyermekek 2 éves kor alatt adott fecskendőbe szánt oltás, oltókészítmény, oltóanyagát a polcról, és beküldik az FDA-nek, ami megtörtént, vagy 2017 végén, akkor kimutatható volt, hogy mind az 5 oltásban
glifozát maradványok vannak, sokszor több százszorosan a megengedett határérték felett. És ugye az örök rizs, ami talán az alternatív körökben inkább így jellemző, egy újabb érdekes forma, egy anyag, ami ebben a formában nagyságrendekkel hasznosíthatatlanabbá válik, mint eredeti formában. Ott legalább valamilyen módon keményítőből, cukorrá konvertálva az amilázenzim képes energiát biztosítani a szervezet számára. Itt belép a képbe egy érdekes biokémiai összefüggés, egy kémiai hatásmechanizmus, ami kapcsán ez a roppanós tallér, amit valószínűleg sokatok, megkockáztatom, mindnyájatok valamilyen formában már magához vett az élete folyamán, egy úgynevezett akrilamid nevű anyagként jelenik meg a szervezetben. Egyes számú target ebben a formában a Magyarországon oly szép számban megjelenő leszálló ágat érintő vastagbéldaganatok összefüggésében, ugyanis gyakorlatilag ez a roppanós, valamiféle gabonából, jelen esetben rizsből készült, extrudált kenyérféleség gyakorlatilag teljes keresztmetszetében tartalmazza ezt az erősen rákkeltő anyagot. Egy élő anyagból egy előző témát bőségesen megtámogató, alapinformációt szolgáltató, élelmiszernek gondolt, vagy élelmiszernek látszó dologról beszélgetünk. És nyilván fontos megemlíteni a fehérjék kapcsán egyébként ketós körökben is népszerű különböző alternatív magféléknek a szerepét. Nem véletlenül emeltem ide a mogyorót, mint a táplálkozástudomány által évtizedek óta ismert egyik legallergénebb magfélét. Iszonyú mennyiségben fogy a világban, és mindezt úgy, hogy tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy a mogyoró által kiváltott allergia egész csendes formájától, egész agresszív formájáig milyen hatásmechanizmuson keresztül hat ránk. Két évvel ezelőtt épp Európát bejárta egy hölgy, aki nem sokkal azelőtt vesztette el a 16-17 éves lányát egy bagatel hétvégi balesetben. A kislány egy talán spanyolok voltak, és egy ilyen hétvégi buli után hazament a barátjával, és mielőtt átadták volna magukat az élvezeteknek, a fiú, mint utóbb kiderült, megevett egy magyaró vajas szendvicset. Ez pontosan elég volt ahhoz, hogy a súlyos magyaró allergiával küzdő lány gyakorlatilag néhány perccel később halott volt, és az anya nem is bűnösöket keres, és nem a fiút hibáztatta ezért, hanem fel akarja hívni a figyelmet, és akkor éppen járta az európai fesztiválokat, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy valami, amit mi lelkesen fogyasztunk, azt gondolvá, hogy az abban lévő fehérjék, abban lévő zsírok valamilyen módon értelmesen hozzátehetnek az egészhez, milyen gondot produkálhat. És visszatérve, hogy miért is mondtam azt, hogy ez a dolog egészen biztosan nem élelmiszer. Egy Impossible Lehetetlen nevű cég, nyugodtan rá lehet keresni, és szívesen teszem közzé a nevüket. Agyszüleménye volt néhány évvel ezelőtt egy hamburgernek látszó tárgy. Ugye ráül az aktuális trendekre, a növényi fehérjék jövőbeni kulcsfontosságú szereplőjeként próbálja apostrofálni magát a cég, és alapvetően gabon eredetű fehérjékből is némi emulgátorral, némi megtámogatott vitaminnal, mert hát értelemszerűen a gabonában nincs elegendő, életre hívott egy Frankenstein szörnyet, és lelkesen elárasztotta vele az amerikai piacot, óriási hype-ot tettek mögé, olyan cégvezetők álltak be mögé, akik a világ megmentésében vállalt oszlopos szerepükből kifolyólag környezetformáló erővel bírnak, és ami most itt fontossá tette az ő megemlítésüket, tehát még egyszer Impossible, az az, hogy éppen lecserélték az előző receptúrát, és eljutottak oda, hogy az idei, vagy talán az egész év szempontjából legjelentősebb mikroelektronikai show-n néhány héttel ezelőtt a show legjelentősebb díját elhozzák. Tehát még egyszer mondom, mikroelektronikai szakkiállítás az év első napjaiban, és egy termék, ami a emésztő enzimeken keresztül hat a lelkünkre és a hormontermelésünkre. Óriási csinnadrattával hirdetik most a honlapjukon, hogy hova jutottak el, és hogy mennyivel izgalmasabb az új receptúra, mint a régi. Az új receptúra érdekessége az, hogy hivatkoznak arra, hogy mind a konzisztencia, mind pedig a illat, ízvilág sokkal izgalmasabb így, ezért fogták,
kidobták a rendszerből a gabona eredetű összetevőket, magvakat, és becserélték egy ennél sokkal izgalmasabb, sokkal magasabb fehérje tartalmú, természetesen növényi alapú összetevőre, úgy hívjuk, hogy szója. Jelen pillanatban ez most az egyes számú világ megváltó elképzelés, még a Titanic sztárja is mögé állt, mondván nagy pénzzel be is szállt, hogy ebből fogjuk megoldani azt, amit meg kell oldanunk. Nem fogjuk megoldani. Ugyanis ebben a növényben, és azáltal abban a hamburgerben sincs egy másik nagyon fontos dolog, legalábbis olyan formában, amit mi megfelelő módon hasznosítani tudnánk, ezt pedig úgy hívják, hogy vas. Talán ismerős lehet az a zöld oldal, két molekula volt egymás mellé téve az eredeti képen, az egyik a klorofil, a másik a hemoglobin, meghökkentő módon sok szempontból hasonlít egymásra, sőt, sok szempontból hatásmechanizmusát tekintve is hasonlít egymásra a két molekula. Fontos az, hogy még a növényben magnézium a központ, itt vas, ez pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy nekünk nagy mennyiségű, minőségi vashoz kell hozzájutnunk ahhoz, hogy megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben termelődhessen meg hemoglobin, hogy aztán a vörös vérsejtekben utazva mind az oxigénszállító kapacitásunkban, mind sok minden másban szerepet vállalhasson. Ha minden olyan rózsás volna, mint ahogy a növényi táplálékot hirdetők állítanák, akkor nem lenne egy tényszerű adat mondjuk India kapcsán. Nagyjából 1,3 milliárd ember, ebből körülbelül 400-450 millió generációk óta vega. Amivel nem is volna baj, hogyha látnánk az eredményét, költői kérdés lesz, hol vannak a csúcsminőségű indiai sportolók a világ sporteseményeiről? Hol vannak ezek az emberek bármiféle olyan megmérettetésről, ahol vegytisztán össze lehet hasonlítani táplálkozás és táplálkozás közötti eredményeket? Ellenben, hogyha a másik végletet nézem, és például pont a vas hiányából származó dolgokat helyezem előtérbe, akkor biztos, hogy első helyen szerepelnek, vagy az első között szerepelnek a világban minden olyan szervi összefüggésben, ami akár vérképzési zavar, akár a fogantatási képesség, akár a megtartási képesség, akár az élveszületés, akár a válható élettartam, akár bármi más szív- és érrendszeri katasztrófákról, a kardiovaszkuláris dolgokról ne is beszélgessünk. Mert hogy mi valójában időszakos mindenevőként óhatatlanul és a idők kezdetétől fogva kötődünk az állati eredetű termékekhez. Ez annyira igaz, hogy nem élt, és jelen pillanatban nem él a Földön olyan természeti nép, aki valaha is vega életmódot folytatott volna, és kizárólag növényi eredetű táplálkozásból fedezte volna az energetikai szükségleteit. Jó, azt gondolom, hogy elég jó kép. A lányomat is feltehettem volna erre a képre, aki jelen pillanatban 3 éves. Amikor apa májat darabol, akkor ott áll mellette, és apával együtt eszi a nyers májat adott esetben. Jó, tehát igazából csak hozzáállás kérdése, hogy hogyan vagyunk szocializálva. Mert ugye, ahogy említettem, különbözünk, pontosan annyira vagyunk hasonlóak, mint amennyire különbözünk minden más emlőstől a Földön. Az ember kimondva, kimondatlanul, elfogadva, nem elfogadva, csúcs ragadozója ennek az ökoszisztémának, és ilyen szempontból ugyan időszakos mindenevőként, de óhatatlanul is rákényszerül olyan anyagok, olyan alapanyagok elfogyasztására, amiből aztán hosszú távon, mind a saját életére nézve, mind pedig a következő generációk életére nézve ő gazdagodni tud. Nézzük meg kicsit a növényi eredetű fehérjék után a lehetséges állati eredetű összefüggéseket. Nyilván nem kell mondanom, magyarok vagyunk, hogyha ezt a oldalt mindenki felismeri, ugye a csirke formájában, a túloldal inkább jelen esetben marha, bár itt inkább én a sertésre asszociálnék sok szempontból. Talán nem kell megemlítenem nektek, vagy nem túl részletesen azt, hogy mi történik abban az esetben, hogyha az előbb említett módon is a nagyüzemi, vagy a szabadtartású, a
igényeinek megfelelő módon élő állatok szervezeti felépítését tekintem. Itt jelen pillanatban arról szól a történet, hogy egy átlag sertéstelepen akár a folyadékkal elfogyasztott antibiotikumok mennyisége miként épül be a húsba, és aztán az milyen módon hat arra a bakteriális rendszerre, amik mi vagyunk. A szomorú az, hogy mióta Mohácson megnyílt egy új vágóhíd, ami már a fogantatás pillanatában is nonsens volt, mert hogy nem volt az a plusz 1 millió sertés a magyar piacon, ami kiszolgálná az új vágóhíd létrejöttét. A elmúlt 3 évben óriási mennyiségben alakítottak át, volt szarvasmarhára tartó telepeket sertéshízladákká itt Magyarországon, a közvetlen környezetekben is akár, úgyhogy nem is tudtok róla. Beszéltem nem kettő olyan vállalkozóval, aki részt vett ebben a projektben, a szarvasmarha tartó telep felosztva pici kis egységekre, ahova a fiatal sertés seggel betolat. A fenék oldalon elvezetik a szennye vizet, legyen a széklet vizelet, a orr oldalon pedig bevezetik a tápanyagot, mivel szűk a tartás, ezért nagy mennyiségű antibiotikummal kénytelenek megtámogatni a sertések mindennapjait. Következő hónapokban ezek a sertések 270-280 kilós túlhízlalt állatokká, beteg, keringési rendellenességgel bíró állatokká, iszonyú mennyiségű toxint felhalmozó állatokká növekednek, és ebből gyártják nekünk a téli szalámét. Jó, csak kicsit legyen súlya megint annak, hogy a ketogén diéta megoldás keresése kapcsán milyen irányba nyúlunk, legyen az hentes, legyen az egyéni forrásunk. Megint csak Gábor említette valamilyen módon, mi történik egy állat szervezetében, akár a zsírsav összetétele, akár a hús minősége szempontjából, a növényeredetű táplálkozás, és mi történik, akár láthatóan is a nem megfelelő minőségű és mennyiségű táplálkozás kapcsán. Megint csak azt gondolom, ékes példa, találkoztattatok már hasonlóval. Nem tudom, tisztában vagytok-e azzal, hogy egy átlag csirkemell az átlag magyar körforgásban mennyi idő alatt jut el a boltig? Mondjuk a születés pillanatától, tojástól a tálcáig. Szeretnénk, hogyha így lenne, jelentősen csökken a szám, jelen pillanatban 5 hét környékén tartunk, és cél 4. Ez azt jelenti, hogy egy tojás méretű 7 g-os fehérje tömeg, ideális esetben 1300-1500 g-os fehérje tömegé fejlődik 4-5 hét alatt. Kell hozzá egy pár anyag. Beszélgettem nem oly rég egy nyúltelep volt mérnök vezetőjével, aki elmondta, azért lett leleg a történetből 10 év után, mikor rádöbbent arra, hogy mit is csinál a világgal. Ez magyarországi nyúltartótelep, ilyen szempontból összefüggést mutat a csirkékkel. Azt mondta, hogy mivel a nyulak nagyon szűk helyen, kettőzetes tartásban, iszonyú mennyiségben vannak tartva, ezért folyamatosan antibiotikumot kell adagolni az ivóvízhez. Nincs ezzel semmi baj, mondván, hogy az antibiotikum kiürülési ideje 30 nap, tehát hogyha a levágás előtti 30 napon elzárhatom az antibiotikum pótlást, akkor prognosztizálhatóan a levágás és az elfogyasztás előtti időszakban ez kiürül a testből, hisszük vagy nem. A nagy gond az az, hogyha, és ezt ők is tudják, ha kikapcsolják az antibiotikum utánpótlást, akkor a következő 48 órában a teljes állomány halott. Egy fertőzés elviszi. Azt mondta, amiből elege lett, hogy van az a mennyiségű pénz, ami könnyűvé teszi a tőlük elmenő teherautót. Ugyanis ez a nyúltartótelep egy magyarországi konzervgyártó cég bébi étel beszállítójaként üzemelt hosszú-hosszú éveken keresztül. És nyilván, hogyha egy picit távolabb tekintünk Dél-Kelet-Ázsiáig, akkor, és remélhetőleg egyre többen itt is, bár most igen, tudom is, óriás plakátok jelentek meg mindenfelé a városban, hogy a halfogyasztást preferálják. Van egy kis megcsúszás a világgal, körülbelül az elmúlt 1,5-2 évben egyre hangosabb jelek mutatnak azzal kapcsolatban, hogy amit mi az elmúlt évtizedekben elkövettünk a környezetünk ellen, az most erősen visszacsap. Tavaly évelején, 2018. január-februárjában döbbentette rá egy kutatócsoport a világot az északi égestengeren kutatva, hogy a plankton a legalsóbb szerveződése a tengeri létformáknak képes úgy keresztül küldeni magán azokat a műanyag szemcséket, amit az emberi tevékenység kapcsán az óceánokba, a tengerekbe juttattunk az elmúlt évtizedekben, hogy ha már itt Gábor sejtméreteket említett,
5-15 mikrorra darálja le ezen műanyag részecskéket, onnantól kezdve pedig gyakorlatilag minden és mindenki számára felvehető, aki tengervízzel kapcsolatba kerül. Elég nagy bajban vannak a dél-kelet-ázsiai népek, akik alapvetően ebből fedezik a tápanyag forrásukat. 2 hónappal ezelőtt megjelent egy bécsi tanulmány, nagyon kis populáción elvégzett, itt Bécsen, vagy Bécsben egy egyetemen elvégzett tanulmány, ami viszont 100%-os eredménnyel zárult. Minden személy, akit vizsgáltak, széklet mintája köbcentinként 50 vagy annál több műanyag részecskét tartalmaz. A műanyag részecskék száma annál nagyobb, minél több tengeri herkentyűt fogyasztott az azt megelőző 2 hétben a személy. A gond csak az, hogy ha mi műanyagot eszünk, akkor a műanyag számtalan hatáson keresztül, többek között hormonális hatást kiváltva, hormon gátló és hormon fokozó mechanizmusokon keresztül hat ránk, és nyilván hat minden másra. Fehérjék kapcsán nem elhagyható a egyik leginkább preferált állatérletű fehérje szerepe. Ugye nem kell mondanom, egészen fiatal kortól mindenki megkapja magáét, a hölgyek is, meg az urak is. A vicc az egészben, hogy valóban hat ránk ez a kép minden összefüggésében, ugyanis nem a tej, nem tudom, hogy kell visszalépni, talán így, igen, nem a tej és nem a dagadó izmok fogják meghatározni az elképzeléseinket arról, amikor mi legközelebb a bevásárlóközpont pénztáránál meglátjuk a aktuális tejszeletet és veszünk, mert hát az egészséges, és, hanem az, hogy elérték azt, hogy kőkemény hormonhatást generáljanak az agyunkban olyan folyamatokon keresztül, ami egy dopamin hormon szekrécióján át hat ránk, és döntést hozat velünk egy olyan szituban, amikor mi józan, felnőtt, gondolkodni képes, valódi döntéseket hozni képes emberként, egy picit hátralépve, hagyunk egy 100 millió éves rendszert eluralkodni a humán neokortexen. Ha egy nagyon picit tovább lépünk, akkor akár északi népeknél ez egy városról városra újra és újra megtapasztalható kortünet. Nem tudom, hogy volna bármiféle plusz információ, amit hozzátehetnék. Azt gondolom, ez mindenképp. A tej és szerepköre, legyen az tejsavú protein, legyen az a Balással sokat beszélgetett tejszín kérdésköre, akár ketogén diétában, alapvetően nem lehet opció az emberi táplálkozásban sok okból kifolyólag, legyen az csak a tej hormontartalma, mert hát a tej végül is nem más, mint szűrt vér, legyen az emberi, vagy legyen az bármiféle állati eredetű vér. Jelen esetben nagyon aranyos példaként egy adott, ragadozó, nagyon szűk életidőszakára, közvetlenül a születés után egy nagyon speciális elegyként, nagyon hatékony növekedési fázist eredményezve képes elérni azt, amit sem a éretlen tápcsatorna, sem semmi más nem tudna még akkor. Borzasztó fontos szerepet játszik az immunrendszer felkészítésébe a későbbi teljes életére nézve, ugyanígy ember életére nézve, és jelen pillanatban 3 éves lányom még mindig szopik, és ha rajtam és rajtál, ez így is marad, Jézus anya nem biztos, hogy így áll hozzá, de mind a ketten, vagy mind a hárman tudjuk, hogy a gyermek életére nézve ez most kulcs időszak, és mindenféleképpen kulcs pozíciót jelent a későbbiekre nézve. És mi azt gondoljuk, hogy a felnőtt férfiként 40 évvel, 50 évvel később egy idegen állat hormonális rendszerét ilyen módon magunkhoz véve csak pozitív tulajdonságokat indukálhatunk. Nem egészen így van. A tej csomó mechanizmuson keresztül hat ránk, többek között izomnövekedésre és egy IGF-1 izomszerű növekedési faktoron keresztül. A gond az, hogy ezek a mechanizmusok nem csak az izmok növekedésére hatnak, hanem az előző előadó által számtalan féleképpen körbejárt tumormarkerek kapcsán a különböző nem irányítottan növekedő és osztódó sejtek osztódási rátájára is. Kulcsfontosságú például ilyen esetben is, hogy egy laphámsejtes problémával küzdő, 20 éve küzdő hölgy érkezett most hozzám a múlt héten, aki
lelkesen elmeséli, hogy milyen dolgokon ment keresztül az elmúlt 20 évben, mint tevékenység oldalról, mint pedig a hozzáadott tevékenység oldaláról, szakma részéről. És elmeséli, hogy nap-nap után az elmúlt 20 évben magához vesz egy roboráló anyagot, ami úgynevezett felnőtt készítményként, egy teitalként, vagy egy folyékony halmazállapotú támogatóitalként, adott esetben egy ilyen szituációban, mint az övé is, vitaminokat, ásványanyagot jutott a rendszerbe. A gond csak az, hogy egy laphánsejt, egy szájüreget érintő daganat kapcsán folyamatosan tejalapú, szója alapú és borsó alapú fehérjékkel teli készítménnyel bombázni a irányíthatatlanul osztódó sejtek tömkelegét, eléri azt, ami megtörténik a hölgyen immár 20 éve, 20 év óta, 2 havonta vissza kell fáradnia az adott műintézménybe, és folyamatosan nyiszálják a nyelvét és a száj belső felét, és jelen pillanatban most már ott tart a 40-es évei közepén, hogy a szakmáját nem tudja megfelelő módon ellátni, ő nyelvtanárként jelen pillanatban erősen korlátozott szerepkört tud csak betölteni. És beszélgetünk egy olyan anyagról, ami évtizedek óta tudjuk, hogy hatást gyakorol a onkológiai kérdéskörökben. Minden esetben, amikor adott esetben csak egy szájüregi műtét történik, nem is kell, hogy onkológiai procedúra legyen, az orvos jó esetben felhívja a páciens figyelmét, hogy vegyük ki a képletből a tejet. Itt pedig, miközben szanaszét szedték ezt az embert, az orvos hónapról hónapra felírja neki az újabb adag kezelést. Csak hogy olcsó legyen a gyógyszertárban. És fontos megemlíteni, hogy vannak egyéb alternatívák is. Valószínűleg mindenki találkozott már bármiféle sós helyett édes megoldással. Itt nem véletlenül tűztem ezt a képet ide. Ezt valószínűleg ebben a formában egyikünk se vetné meg. De talán, hogyha elmondanám, hogy milyen fehérjében született, akkor ez már egy kicsit más kérdéskör. Jelen pillanatban Európában még nem engedélyezett, és a magyar politikusok, mint sok más mellett, emellett is kiálltak harcosan, hogy amíg ők élnek ezen a földön, addig Magyarországon nem is lesz engedélyezett a növény eredetű fehérjéknek a kérdésköre. Megint csak évezredes hagyománya van számtalan nép életében a különböző rovar fajták fogyasztásának, és jelen pillanatban van egy erősen eluralkodni vágyó trend az alternatív megoldásokat keresők tengerében is, hogy legyen lehetőség ilyesmire. Itt egy másik alternatíva, amit nem feltétlenül fehérjeként, de mindenféleképpen arra a mitokondriális rendszerre ható anyagként fogyasztanak, én már pár ezer éve Kínában és körülbelül 40 éve, 30 éve Magyarország vagy Európában is. Ezt nagyjából mindenki jól láthatja, ez egy hernyó, és a hernyó fejéből kinövő gomba. Ezt úgy hívják, hogy Cordyceps sinensis, egy döbbenetes hatásmechanizmuson keresztül nem fehérjeként hasznosulva tesz hozzá mondjuk izomépítéshez, hanem a mitokondriális génexpresszióra hatva képes olyan biokémiai változásokat generálni, ami mostanra elég széles körben elfogadott és szanaszét szedett információhalmaz. Érdekes utána nézni. Visszatérve egy kicsit itt a fehérjéket építő aminósavak kérdéskörére. Megint csak kétfelé szedve a 20-21 néhány aminósavat, vannak az úgynevezett eszenciális és a nem eszenciális aminósavak. Az eszenciális attól eszenciális, hogy mi nem tudjuk előállítani, mindenféleképpen szükségünk van a bevitelre, legyen az növényi vagy állati eredetű. A eszenciális vagy a nem eszenciális pedig alapvetően előállítható a szervezet által. Itt van egy érdekes szabály, hogy ezek közül jó pár úgynevezett időszakosan eszenciálisra váló aminósav, legyen az pszichés megterhelés, legyen az fizikális megterhelés, vagy bármi olyan plusz, ami az ember normál működésén túlmutat. Onnantól kezdve viszont nagyon fontos, hogy pár általános aminósav hirtelenében jelentős hiányt képes felmutatni, és nyilván ilyen szempontból az egyik legjelentősebb az izom és a sport működés. Az elmúlt hosszú évek hatékony sportáplálék kiegészítő piaci szerepvállalása kapcsán sokak fejében lassan kezd úgy átalakulni a kép, hogy
Alapvetően a fehérjék kapcsán izomépítésről kell beszélnünk, és semmi másról. Remélem, az mindenki számára egyértelmű, hogy nem csak erről szól a sztori, de van pár fontos aminósav, ami ebben kulcsfontosságú szerepet játszik és vállalt a gyártók részéről is. Ezek az úgynevezett elágazó láncú aminósavak, valina, leucin és az izoleucin. A gond csak az, hogy irgalmatlan mennyiségben vagyunk képesek magunkhoz venni, mégpedig két forrásból. Alapvetően az egyik az a zömében állatéredetű forrás, amit a felfokozott izó tevékenység kapcsán előtérbe helyeznek sokan, a másik pedig a itt hófehér formában bemutatott táplálék kiegészítő forrás formában megjelenő különböző fehérje porok kérdésköre. A baj csak az, hogy mind a mellett, hogy az inzulin fokozásával rontják az inzulin érzékenységet, és ezáltal, ha már ketózis a cél, akkor pont a szervezet ketózis szintjét csökkentik radikálisan. Mellesleg megjelenik a képben egy a biokémikus számára ismerős mechanizmus, az úgynevezett mTOR mechanizmus gátlása, ami az elmúlt években került előtérbe mind akár onkológiai kutatások kapcsán, mind pedig a táplálkozás élettani kutatások kapcsán. A aminósavak, a energiafaktorok, növekedési faktorok, gyulladási faktorok, zsírsavak hatást gyakorolnak erre a szervezeti mechanizmusra, ami borzasztó fontos szerepet játszik például a sejtosztódásban, és nyilván még sok minden másban, mitokondriális működésben, a zsírok anyagcseréjében és a glikogén, tehát a cukoranyagcsere vezérlésében, de mind a mellett, és ez volt a legdöbbenetesebb, vagy legnagyobb döbbenet, vagy leginkább döbbenetes tény pont a fehérje kutatás kapcsán az elmúlt években, amikor is megvizsgálták, hogy alapvetően növényi szénhidrát alapú túlsúlyról átállt állatéredetű termékek fogyasztására átállt személyeknél egy rövid, látszólag nagyon jelentős változás után 3-4 hónapos ciklusban már elkezd kiegyenlítődni a szerep, és visszatérünk ugyanabba az állapotba, mint azt megelőző sokkal rosszabb minőségű táplálkozás kapcsán, és mi lehetett az ok? És ennek kapcsán került előtérben az, hogy a mTORC 1-esnek a egyik legjelentősebb hatásgyakorló faktora, akár egy paleo jellegű, vagy egy ketogén jellegű, vagy egy ketogén paleo jellegű táplálkozásban a túlzásból vitt fehérjék szerepvállalása, és ezen belül is legfőképp az itt emlegetett leucin. A gond csak az, hogy alapvetően az állati eredetű fehérjékben, és amit ti állati eredetű fehérjéknek gondoltok, az izomszövet, amit egyszerűen meg tudunk venni a hentesnél, vagy megjelenik a hétvégi kajasztalon, hogyha nem mi vásároltuk. Alapvetően most már az elmúlt évtizedekben egy átalakuló szokásrend szerint alapvetően az izmot fogyasztjuk el. Ez annyira igaz, hogy vadászként nagyon jól tudom, látom évtizedek óta, hogy vadásztársaim első rangú lépése a belsőség eliminálása, és ugyanez igaz most arra a nagyüzemi állattartásból származó állatfeldolgozásban is. Amíg én a 70-es években gyerekként rendszeresen ettem pacalt, meg belsőséget, sokszor nem is nagyon volt más, addigra most azt gondoljuk, hogy a csirkemell, a száraz sertés comb, meg a száraz marhahúson kívül nem is nagyon létezik más étel, vagy ide vehetném még nyugodtan a tengeri eredetű halakból származó száraz izom szövetet. Pedig már Szent György is megmondta, hogy alapvetően a hatóanyag és a hatóanyag sűrűség a kulcs. Itt 2012-es publikáció az Encyclopedia Britannica-ból, ami egy ismeretterjesztő anyag az angol piacon, ezt most telibe lefordítottam, ami arról szól, hogyha a cicamica a normál életciklusának megfelelően és a normál igényeit szinten, vagy normál igényeinek megfelelően táplálkozva teszi a dolgát, mondjuk egeret fog, akkor valószínűleg egy nagyon hosszú, nagyon egészséges életet mondhat magáénak. Ha jön gazdasszony, aki bezárja őt egy szobába, gabonával gazdag tápokkal kezdi etetni, tejet itat vele, akkor ez a macska először apróbb,
később jóval jelentősebb sejtes biokémiai változások mechanizmusán keresztül sokkal rövidebb és sokkal betegebb életre számíthat. Összefüggéseiben pont erről beszélt Gábor az emberrel kapcsolatos kutatások kapcsán, de itt mégis talán könnyebb egy cicán keresztül megtapasztalni ezt. Mert ugye a cica soha életében nem inna tejet, a cica soha életében nem enne 70-80-90% gabonát tartalmazó macskatápot. A macska alapvetően ugyanúgy, mint a többi ragadozó, a jelen pillanatban akár Európában falkába vadászó, lengyel vidéken falkába ragadozó farkasok is alapvetően úgy vannak összerakva, hogy tudják, hogy nekik mi a jó, és jelen pillanatban tudjuk, hogy a alfahímek, alfanőstények és a minél magasabb szintű falkatagok a vadászat csúcsán, az elejtés után alapvetően először a belsőséget fogják elfogyasztani. Nekem több oka van, egy, hogy akár például a máj, vagy a vese tápanyagtartalmát, tápanyagsűrűségét nézem, akár bizonyos hatóanyagok összefüggésében 20-szoros az izomhoz képest. A comb, meg a száraz bélszín, az majd az alja farkatagoknak lesz a betevője, miután mindenki más jól lakott. Vannak olyan természeti népek ma Afrikában, akik nem fogyasztják el a levágott állatok húsát, kézzel a belsőséget teszik meg, a húst a kutya. Eszkimók, nem kell mondanom, ilyen-olyan formában mindenki tisztában van vele, alapvetően zsírokból és belsőségből fedezik, és nem izomból fedezik a szükségleteiket. Amíg ez az én gyerekkoromban 50 évvel ezelőtt mindennapos történet volt, ma gyakorlatilag hozzá sem lehet férni. Ugyanúgy, ahogy a növények termesztése kapcsán, az állatok tartása kapcsán is el kell jutni ismételten oda, és egyre több információ lát ezzel kapcsolatban a napvilágot, hogy a természetes igényeknek megfelelő élet olyan minőségű végeredmény szül, ami az őt elfogyasztó állatok, így az ember számára is olyan beláthatatlan pluszt hoz, ami nehezen vagy egyáltalán nem eszközölhető akár külső forrásból származó pótlással. És itt nem véletlenül van ez a kép, angol nyelvterületen légóta ismert ez a mondás, magyarul körülbelül úgy hangzik, hogy az orrától a farkáig. Újra el kéne jutnunk oda, hogy ne legyen undi, büdi végig gondolni azt, hogy hogyan lehet elkészíteni egy pacalt, hogyan lehet elkészíteni akár egy szalontüdőt, amit talán te is ettél gyermekkorodban, én is ettem gyerekkoromban, és nagyjából egy pár 40 pluszos, 50 pluszos ember elmondhatja, de egészen biztosan az átlag 30 alatti korosztály azt se tudja, hogy mifán terem, és a közelében nem volt még. A 3 éves lányom kedvenc étele volt a 4 hónapos korától kezdve, mióta ott ül velünk az asztalnál, és követeli, hogy ő is része lehessen a programnak, a főtt marhanyelv. Egy kocsonyás, nagyon különleges állagú húskészítmény, ami amellett, hogy izom, nagy mennyiségű, speciális fehérje struktúrát, úgynevezett kollagén típusú fehérjét tartalmaz. És nyilván itt átlépünk egy olyan területre, ami már az a speciális terület, amivel én az elmúlt években foglalkoztam, mert hogy amikor mindent lebontunk egy állatról, és mindent felhasználtunk, akkor maradt pár olyan dolog, ami jelen pillanatban a vágóhidak számára a legnagyobb teher, kb. 80 forint per kilogramm máron veszélyes hulladékként kell eltávolítani. Ennek több oka van nyilván, nem is preferálok senkit, hogy vágóhidról szerezze be a több évszázados múlttal, több évezredes múlttal rendelkező magyar leveskultúra alapját képező csontokat, ugyanis a csontok borzasztó lassú életidejű szervként irgalmatlan mennyiségben képesek magukba építeni olyan toxikus anyagokat, amit a szervezet megpróbál elszaparálni a szervezet egyéb részéről, így például olmot. Úgyhogy ilyen szempontból nagyüzemi állattartás, meg a környezetszennyezés, meg a különböző vegyszerekkel kezelt gabonaeredetű tápok etetése állatainkkal nem biztos, hogy jó hatást gyakorolna a húslevesünk minőségére, de mindenféleképpen fontos megjegyezni, hogy valószínűleg a magyar leveskultúra minden szempontból egyedülálló a világon. Pár hónappal ezelőtt egy nagyon kedves barátom egy hétvégi bőrzén talált egy szakácskönyvet 1895-ből, amivel egy képet átküldött nekem, és nagyon sajnálom, de azt a képet elfelejtettem becsatolni a prezentációhoz, ami a
barna csontleves leírása. Egy olyan terápiás csontleves leírása, amit valószínűleg valamilyen formában a magyar gyökerek több ezer éve hoznak magukkal, és csak érintőlegesen hasonlítható hozzá mondjuk az orosz vagy a francia leves kultúra, ami még egyáltalán valamilyen módon számottevő a világon, az összes többi népnek a leves készítéssel kapcsolatos múltja messze-messze-messze elmarad ettől. Mert hogy, és miért volt ez, hogy akár dédszülők, újszülők a ti családotokban is, amikor nagypapa, dédnagypapa rosszul érezte magát, akkor dédnagymama főzött egy nyári konyhában egy hihetetlen lassú, alacsony hőfokon, nagyon-nagyon hosszan, zöldségekből is alapvetően semmi másra nem felhasználható állati alkatrészekből egy csontlevest a nagypapának, amiből ő újra életre kelt, és hihetetlen hatékonyan volt képes működni. Az oka az az, hogy egy olyan fehérje struktúra, és egy speciálisan például pont a csontokra, porcokra, szalagokra jellemző fehérje struktúra van benne nagy mennyiségben, ami nem jellemző az izomra, és csak érintőlegesen jellemző a belső szervekre. Van néhány kulcsfontosságú aminósav, ilyen például a glicin, vagy a prolin, vagy hidroxiprolin, ami számtalan rendszerben vállal kulcsfontosságú szerepet, legyen az az izomműködés, legyen az a csontszerkezetépítés, a nyugati társadalom egészét érintő csontélettani zavar, amit évtizedek óta kálciummal próbálnak orvosolni, és nem véletlenül volt az a csontalakú tej valami, hiszen az óriás plakátról is ez folyik ránk. Alapvetően tény, hogy a 95%-a a csontirutulással szenvedő embereknek alapvetően nem kálcium hiányos. Nem a kálcium nem megléte az oka a történetnek. Van is belőle baj, hogy mondjuk egy tejből 400-szoros kálcium tartalmat veszünk magunkhoz folyamatosan, van belőle vesehomok, vesekő, van belőle kardiovaszkuláris probléma és minden más. Alapvetően kollagén típusú fehérjék hiánya okozza a oszteoporózist. Igaz ez az izületi régiókra, a szalagok régiójára, a bőr, itt a nőknek nyilván ezt nem kell mondani, és hasonló belső szervek felépítésére és minden másra. A gond az az, hogy a szomatotróp hormonok fiatalkorban aktív, én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy hülyeségeinket megbocsátani képes és ledolgozni képes hormonok működéséből kifolyólag, a kollagén szervezeti szintézise a 20-as évek közepétől elkezd jelentősen hanyatlani, és innentől kezdve azok a bizonyos, látszólag nem eszenciális aminósavak egyre többé és egyre nagyobb mennyiségben válnak félig vagy egészen eszenciálissá. Speciál nem én ügyfelemről készített fénykép, de sokról lehetett volna. Egy átlag 40 pluszos magyar férfi rutinszerű valóságsúlya. Ez viszont adott esetben itt is van a köreinkben pár olyan sportoló, akivel foglalkozom, gyakorlatilag 10 éves kortól megjelenő napi sztori. Nem attól van, hogy rommán használjuk az izmainkat, nem attól van, hogy a nagyobb terhelésnek tesszük ki, mint ami. Tudjuk jól, mióta űrhajós jár a fejünk fölé, hogyha a csontok, izületek nem kapják meg a megfelelő terhelést normál földi gravitációban folyamatosan, kvantáltan, akkor a csontminőség, a porcminőség romlik. Tehát nyilvánvalóan nem a terhelés az ok. Gyakorlatilag nincs az a túlterhelés, amit ne volnánk képesek elviselni. Jelen pillanatban tudjuk, hogy természeti népek vizsgálata kapcsán tudjuk, hogy amit ma kiemelkedő sportteljesítménynek hiszünk, vagy gondolunk, akár egy olimpia, az gyakorlatilag számtalan természeti népnél napi rutin. Átlagban 20-30 kilométert futnak, gyalogolnak, húznak, vonnak súlyokat Afrikában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában az inuitok, vagy az ausztrál sivatagban a ottani őslakosok, miközben szemreben és nélkül alszanak a 40 fokos sivatag után, vagy 35 fokos sivatag után este a mínusz fokokat is bekóstoló 0-2 fokos sivatagban ugyanúgy pőrélengén, megint csak mitokondriális működés, de ez egy messzemutató történet más irányból. Ahogy mondtam, ugyan mindenkinek preferálnám, hogy a belsőségek, állatéletű alkatrészek, csontok fogyasztása legyen a központi szerepe
vagy központi szereplője a fehérjék struktúrát bevitelének a folytatásban, mert olyan fehérje alapanyaghoz juttok, amihez sem növényi eredetből, sem pedig alapvetően izomeredetből nem vagyunk képesek. Nemrég egy előadásomon hallottam egy hithű vegától, akivel nem az a baj, hogy hithű vega, csak látszott is rajta, hogy az, aki mondta, hogy a legújabb információja az, hogy már növényi eredetű kollagén is létezik. Nem tudom, Gábor. Jó, én sem. Jó, tehát nem az a gond, hogy mondtam, hogy a hírt sokszor összekeverjük az állítással, az információt sokszor összekeverjük az állítással. Ha és amennyiben, és itt csak egy másodlagos kérdéskört nyitok, nincs opció, akkor sokan sokféleképpen próbáltak megoldást nyújtani az elmúlt hosszú évek folyamán, felfedezve ezt a sok-sok évtizedre, vagy inkább évszázadra elfelejtett termékalapanyagot, és a cégem mostanra prezentált egy termék koncepciót zacskóban zárva, ami semmi másról nem szól, mint a sok évszázados magyar leveskultúráról, mivel nagy mennyiségben foglalkoztam az elmúlt évtizedekben emésztőszerrendszeri problémákkal küzdő emberekkel, évek óta hallgatom azt, hogy oké, hogy mi az, amit nem, de akkor mit lehetne enni? Nagyon sok olyan ember van a kapcsolatrendszeremben, aki különböző daganatos probléma miatt már gyomor vagy vastagbél nélkül éli az életét, felszívódási problémák, tömkelege, hasznosulási problémák tömkelege, emésztési problémák tömkelege, nem kell mondanom. Elkezdődött egy kutatásfejlesztés, aminek az eredményeképpen pár évvel ezelőtt megszületett egy termék, akkor még csak belső körökben alkalmaztunk, ami képes volt akár 2-3 fogyasztás után, tehát írd és mond, 10-15 évnyi szenvedést, 2-3 napnyi, 20 gramnyi összbevitellel, 2-3 napnyi elfogyasztás után radikális méretekben, radikális eredményekkel csökkenteni a gyulladásos folyamatok mértékét, az ebből fakadó, mondjuk úgy nem túl jó minőségű székletürítést, és akár 3-4 nap, 5 nap lefolytatása után pedig olyan területekre is elmerészkedett az anyag, ami inkább döbbenetet szült, mint vártuk, legyen az akár ízületi régió, vagy bármi egyéb. Aztán, mivel bevontam sportolókat is a kutatásban, bő másfél-két évvel ezelőtt megszületett egy termék, ami mostanra elérhető kereskedelmi forgalomban is, és jelen pillanatban néhány fontos ízben, de azonos hatóanyagtartalommal, és ami fontos, az ízképzésben, az állagképzésben is kizárólag olyan anyagok felhasználásával előállított termékről beszélgetünk, ahol nem preferált sem a íz, sem az illat, sem az állag. Ellentétben azzal a Frankenstein hamburgerrel egy olyan termékről beszélgetünk most, ami fogyasztható, egészen biztosan nincs benne semmi olyan, aminek semmi keresni valója nincs egy emberi szervezetben, legfőképp olyan szituációban, amikor már komoly kihívás van, és egészen biztosan hozzá tesz mindenkihez, aki valamiféle alternatív megoldást keres, akár a tudattágítása kapcsán, akár csak a lehetőségei optimálisabb kihasználása kapcsán. És valóban, ahogy az előbb is említettem, mivel a kollagén típusú fehérjék nagyjából az összfehérje mennyiségünk 30-35%-át teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a 10-11 kg-nyi fehérje az emberi szervezetben hozzávetőleg 4 kg speciális aminósavakból felépülő kollagén típusú rostokat tartalmazó fehérje alap. Ennél fogva, hogyha akár leves formájában, akár levesből képzett táplálék kiegészítő formájában kvantáltan elkezdjük bevinni a szervezetbe, akkor az összes olyan régióban, ami kollagén típusú fehérjék struktúrájából áll, radikális sebességű változás születik. Nem én voltam magamtól ennyire okos, évtizedek óta tudjuk, hogy akár a izületi problémák kapcsán a marha kollagénből kivont kettes típusú kollagén peptidek nagy hatékonysággal képesek hatni mondjuk térdizületi kopás kapcsán. Ez megvásárolható volt nagyjából 2 évtizede, nagyon nagy költséggel, injekció formájában is be lehetett juttatni a rendszerbe, és ilyen szempontból hatott. A különbség most az, hogy
napi fogyasztású élelmiszerről beszélünk jelen pillanatban, és most már mind Magyarországon, mind Európában, mind egy picit távolabbról is hihetetlen mennyiségű visszajelzéssel a fogyasztás kapcsán. Sem az én, sem Gábor előadása nem szólt valójában másról, mint egy nagyon különleges sejtorganellum a mitokondrium működési sajátosságának optimalizálásáról. Bárki, aki itt a nap folyamán akár sport, akár sportélettani összefüggésben, akár zsíranyagcsere összefüggésben bármiről is beszélni fog, valójában nem fog másról beszélni, mint arról, hogy hogyan tudjuk a rendszert úgy csúcsra húzni, hogy közben a rendszer egy idegen eredetű összetevőjével, egy bakteriás eredetű összetevőjével, majd minden sejtünkben száz számra, ezer számra jelenlévő mitokondrium működési mechanizmusának optimalizálásával töltsük a mindennapjainkat. Legyen az a víz saját megtermelése, legyen az a bevitt víz minőségének felügyelete, legyen az a bevitt zsírok mennyiségének és minőségének optimalizálása, legyen az a bevitt fehérjék mennyiségének és minőségének optimalizálása, minden kizárólagosan egy irányba mutató történetként ezen pici kis sejtszervecskék működési mechanizmusának segítése vagy gátlása. Nincs más alternatíva. Régóta követem Somlyai Gábor munkásságát, és régóta követem azoknak az embereknek a munkásságát, akik valamilyen módon fényt kapva, szocializálódva az ő által a világ számára letett információkon finomították a saját kutatási platformjukat, és beszélgetnek most arról, amiről. Van egy pár szakavatott tudós, aki nem beszél semmi másról, mint hogy a kulcs, a deutérium csökkentés, és minden, ami ezt a folyamatot elősegíti, az egy hosszabb, egészségesebb élet irányába mutató opció a mindennapjainkban, legyen az szerencsefüzet, vagy legyen az bármi más, ki mit gondol róla. Minden, ami ettől elfelé vezet, akár mainstream információ, akár a számunkra fontos emberektől származó és az napjainkba beépített információ, egészen biztosan nem segíteni, hanem gátolni fogja ezt a folyamatot. Nem kérek mást, mint amit általában kérni szoktam senkinek, se neki, se nekem, se senkinek másnak, akit beszélni fog a mai nap folyamán, ne higgyetek el semmit. Alapvetően senkinek ne higgyetek el semmit. Nem szeretnék mást, mint hogy akár ezen pár gondolat kapcsán is kezdjetek el kinyílni a világra, kezdjetek el tudatosan keresni. A tudatos keresés egészen biztosan megszűri azokat az eredményeket, ami kapcsán az eddigi rutin szerint elkezdhettek tudatos döntéseket hozni a mindennapjaitokban, és amit viszont kérek, és ilyen szempontból elsősorban magamról beszélhetek, de valószínűleg beszélhetek Gábor nevében is, használjátok fel azt az információ halmazt, amit én, vagy ő, vagy sok más szakember hozzá tud tenni ehhez az egészhez, és alapvetően megkérdőjelezve minden dogmát és paradigmát, játsszátok a játékot. Az nem kérdés, hogy ez a játék is, mint minden játék véget fog érni. A nagy kérdés az, hogy milyen minőségben és milyen hozban tudjuk megtenni ezeket a dolgokat. Szörnyű az a kép, ami éppen közeledik felénk, foglalkozom gyerekekkel is, amit éveken, évtizedek óta csak beszélgettünk, most napi szinten látjuk magunk körül. Nem gondolom azt, hogy az, ami felé halad a világ jelen pillanatban, mint a birkák, az lehet a ti utatok, az enyém biztosan nem. Ahhoz, hogy máshova jussunk, ki kell válni a nagy tömegből. Ez a 40-50 ember, aki ma itt van, valamiért úgy döntött, hogy ma szombaton nem a szokásos módon tölti az idejét, vagy nem azzal a dologgal, amivel mindenki más tölti odaként. Tegyétek meg magatoknak azt a szívességet, hogy mikor innen fölálltok és hazamentek, elgondolkodtok pár olyan információn, ami valamiért megütötte a fületeket, elkezdtek ezzel kapcsolatban keresni, kutatni, és hogyha olyan dologra találtok, ami számotokra releváns, akkor azt valamilyen módon hasznosítva magatokba építitek, és hogyha 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva ilyen-olyan formában találkozunk, és azt mondjátok, hogy ez itt most elindított valamit, akkor én leszek érte a leghálásabb. Jó, megtörtént már sokszor az elmúlt 27 év folyamán, remélem sokszor meg fog még történni. Köszönöm.
Bár. Van egy kérdésem, hogy a fehérjékkel kapcsolatban az állatérdekű fehérjéket emeltek ki, és a dobohar eredeti fehérjékről nem beszéltem még, hogy Szentpópárja terjedőben van. Mindjárt lesz egy kis szünet. Zseniális és nem kérdés. Valószínűleg nem jól emeltem ki ezt az egészet. A gond az az a növényeredetű és ilyen esetben az állateredetű izom vagy a rovar eredetű fehérjékkel, hogy alapvetően a kollagén típusú fehérjék jelentős korlátozása mellett hoznak nagy mennyiség BCA-t több-kevesebb sikerrel a képletben. Ez pedig azt jelenti, hogy borzasztó könnyű túllőni a mennyiségüket, és ez a legnagyobb terhe egyébként jelen pillanatban világ kettő társadalmának is, aki most éppen az elmúlt években, évtizedekben akár kutatásfejlesztés, akár pedig mindennapi felhasználás oldaláról próbálja ezt a dolgot körbejárni, hogy borzasztó könnyen esünk abba a csapdába, hogy pár könnyen megszerezhető fehérje forrást jóval nagyobb mennyiségben veszünk magunkhoz, mint kéne. Számszerű adat is van mögötte. Nagyjából most úgy néz ki az ajánlás, hogy a tessúly kilogrammonként, és mindenki számolgasson magának, 0,8-1,2 gram per nap bevitel az egy megfelelő, kielégítő, adott esetben súly megtartó hatásmechanizmusú fehérje támogató rendszert hoz a buliban. Hogyha 0,8 vagy az alá csökkentjük, akkor életre kellett egy radikális tessúly csökkentés. Lehetőleg nem izomból, hanem zsírból és minden másból. Itt a fogyás kapcsán van a 0,8-as alatti értéknek nagyon fontos szerepe. Ha pedig a cél kifejezetten az izomtömeg fejlesztés, akkor 1,2 és 1,6 gram közötti értékkel kéne operálni. Viszont itt is kulcs, hogy a BCA, vagy a BCA típusú száraz fehérjeforrást mindenféleképpen súlyba és pariba kell helyezni a kollagén típusú fehérjék összefüggésében. Jó, és itt nem lehet kibújó egy vega életmód. Én mélységesen tisztelem és becsülöm azokat az embereket, akik saját elképzelésből, akár a vallásuk által irányítva, akár bármi más oknál fogva úgy döntöttek, hogy nem esznek állatérdekű dolgot, nincs ezzel semmi gond. Ez a morális része a dolognak. Csak a biológiában rend van, és a biológiai rendet nem írhatják felül morális értékrendbeli elképzelése. Praktikusan. Az az India, ahol kb. 400 millió ember esélyt sem kapott a döntésre, ellentétben európai emberekkel, akik úgy döntöttek felnőtt korukban, hogy leteszik az egyiket és felveszik a másikat. Ott jelen pillanatban gyerekek születnek, determinálva egy sokkal problémásabb létezésre, és jelen pillanatban össztársadalmi szituációt teremt a népegészségügyi beláthatatlan terheit jelenti az, hogy meg kéne birkózni a hiányállapotok tömkelegével. Jó, tehát visszatérve a kérdésedre, ha ettél már, akkor tudod, ha nem ettél, akkor kóstold meg. Egy nagyon-nagyon jó megoldás a jövő ínségére a rovar alapú fehérjék megjelenése, de ez nem jelentheti azt, hogy innentől kezdve ez az egyetlen üdvözítő út. Meg kell találni azt az értelmes egyensúlyt, ami bármilyen formában, legyen az nagymama drága levese, amire meg kell keresni a forrásokat. És mindenkinek elmondom, hogy egy csirke mellből főzött leves nem egyenlő a csirke csontból főzött levessel. Jó, megint csak, mivel alapvetően húsfehérjék alig tartalmaznak kollagén típusú fehérjéket, nem fogja tudni azt a hatásmechanizmust húzni, amit te szeretnétek belőle. Tehát húslevesről ennyi, csontlevesről beszélünk. Jó, semmi gond, annyi, hogy most tartunk egy 10 perc pihenőt, aztán... Mielőtt tartunk pihenőt, csak egy gondolat, van itt némi tapasztalat, amit esetleg valaki meg szeretne oldani, vagy osztani. Jó, tehát nem mondtam teljesen igazat, hogy nem eszek fehérje készítményeket, 10 évig nem ettem, és ugye nem, szerencsére nem épült az izomzatom, mint ahogy szoktuk hallani, hogy le fog épülni, viszont kipróbáltam én is a kollagén fehérjét, kettő tapasztalatban van egy, akinek hasmenéses tünetei voltak mindig, ő neki, azt nem mondom, hogy sztrólása lett, hanem rendeződött a széklet, ez nagyon fontos dolog. Illetve egy másik, akinek állandó sztrólása van gyerekkora óta, ő neki meg elindult a normál széklet, elfogyott a kollagén fehér, és akkor már
pánikba estünk, hogy mi történik, hogy újra fogjuk kezdeni a kollagén fehérjét, mert kb. Tényleg 5 nap alatt rendeződött két teljesen ellentétes probléma. Úgyhogy ez a tapasztalat. Még egy apróság, kollagén és kollagén között óriási különbség van. Alapvetően, mivel a szervezet kb. 30%-kal, vagy fehérjének 30%-kal tartalmaz különböző kollagén típusú fehérjéket, gyakorlatilag 30, közel 30 féle kollagén típusú fehérjét azonosítottak, az különböző mennyiségben, zömében inkább 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös van az emberi szervezetben. A hihetetlen mennyiségű alapanyag okán alapvetően a különböző kollagén típusú fehérjéként apostrofált fehérjék, 1-es típusú kollagén, bőr eredetű kollagéneket tartalmaznak, sosem fog hatékonyan működni izolett rekonstrukcióban. Működni fog, nem ez a kérdés, de mint ahogy a klinikai kutatások mutatják, alapvetően az izületi régió rekonstruálására 2-es típusú kollagén kell, ami pedig alapvetően nincs a bőr eredetű kollagén peptidek zacskójában. Jó, tehát még egyszer mondom, ha tehetitek, főzzetek csontlevest, hanem akkor pedig keressetek olyan kollagénkészítmény, ami komplex, több kollagén struktúrát is tart, egy kollagén típusú fehérjét is tartalmazó készítményként ad hozzá az egészhez. Bocsánat. Jó, köszönjük. 10 perc szünet, és akkor fél vele később akkor jövünk vissza, aki szeretne. Köszönöm.